Üdvözöllek, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe, kivé akarsz válni az ingatlan befektetéssel. Nos, azért ez a cím, mert a legjobb az, hogyha te látod a jövőbeli önmagad, és itt az a kérdés, hogy te milyennek látod magad, vagy milyennek akarod magad látni. Ez nem számít az, hogy te most milyen vagy, meg milyen ingatlan befektető, meg csak egy ingatlanon van, hát az is elég nyögvenyelős, meg hol fizet, meg hol nem. Nyilván nem ilyennek akarod magad látni, hanem olyannak, aki boldogan, megelégedetten hátradől, a bérlők jönnek, ráöntik a pénzt, mindenki boldog, körbeugrálnak, hogy hú, te milyen fasz a gyerek vagy, tehát ilyennek akarom magam látni. És ha már ez ennyire tiszta, hogy te milyennek akarod magad látni, akkor ezért tenni is kell. Viszont hát nagyon-nagyon tisztán látnod kell, az sem át egyébként, hogyha leírod, lerajzolod magadnak, hogy valójában mik azok az ismérvek, hol akarsz tartani 5 év múlva, és milyen érzéseid legyenek neked 5 év múlva, mert ha most azt is tudom, hogy ha most nem vagy boldog és happy, nagyon-nagyon nehéz elképzelni, hogy te egy boldog ingatlan befektető vagy bármilyen befektető leszel, viszont mégiscsak ezt kell elképzelni, nagyon-nagyon nehéz. Nekem is voltak olyan helyzetek, hogy szinte több órán keresztül mondtam magamnak, hogy mit akarok, és a belsőm egyszerűen elutasította és nem hitte el. Ugye ez a legfontosabb, és ezt a legérdekesebb megtapasztalni, ha te most azt mondod, hogy én 1 milliárdot fogok keresni havonta, hát a tudatalattid, a tudatfelettid, a tudatos jelen mindenki azt mondja, hogy te barátom, te tök hülye vagy, tehát az biztos, hogy nem. Jó? Tehát, hogy ezeket, és azt sem mondom, az sem a jó példa, hogy te reálisan látod magad, hogy most van egy ingatlanom, 5 év múlva lesz még egy, és akkor az reális, mert az reális. Tehát egy picit engedd el azért a fantáziád, nyugodtan merj, hogy mondjam, tehát merj álmodni, mert valahol a kettő között lesz egyébként az igazság. De ettől függet, hogyha ha most te kocka vagy, tehát ezt a kockára úgy értem, hogy ilyen számít, ilyen nagyon mérnök típus, hogy kiszámolsz minden, az 5 forint, az 5 forint, stb. Akkor te kocka vagy. Ezzel sincsen baj, de el kell engedni a fantáziát, erre vannak gyakorlatok. Most ugye nem fogok ilyeneket mondani, de ezt te kicsit ki kell engedni magadból. Ugye Einstein sem véletlenül mondta, hogy a fantázia fontosabb, mint a tudás, ugyanis ha valamit nem tudsz elképzelni, azt nyilván meg sem fogod csinálni, tehát az nem is kérdés. De engedd el bátran a fantáziádat, mert te ami a lényeg, hogy te egy boldog, ingatlan befektető akarsz lenni. Ez az alaphelyzet nekem is, hogy ehhez mi kell? Hogy legyen legalább 10 ingatlanom vagy 20, amíg azt mondom, hogy bármi történik, gyerekek, jön a bérleti díj és nem számít. Tehát, hogy nem az, hogy hirtelen leülök a föld, és Úristen, Uram, Atyám, mi lesz velem, jó? De ezt lásd magad, és ezt az érzetet próbáld megkeresni, és akármilyen elkeseredett az ember, mert azért nem minden nap kell az ember boldogan nyilván, de oda lehet érni, csak igazából nyilván tenni kell érte, de lásd magad, hogy te mit akarsz elérni az ingatlanok által, főleg mivé akarsz válni, akár mint ember. Hogy adakozó vagyok, vagy hú, bejön az összes pénz, és én bevarrom a szalmazsákba azonnal, és azt senki nem látja. Vagy amit én eladok, vagy amit én mondjuk megveszek, akkor azt soha életben nem fogom eladni, mert én gyűjtögető vagyok. Tök mindegy, de mit tesz téged boldoggá? Tehát a varázsolás egyébként az nem, az csak ilyen pótcselekvés egyébként. De ettől függ, hogy mi az, ami téged boldoggá tesz? Ezt a kérdést azért tedd fel magadnak. És hogy akarsz odaérni, mondjuk akár az ingatlanok által. És akkor viszont oda is fogsz érni. De viszont ezt látnod kell magad, és ezért kell a fantázia, hogy akármennyire sarkos, szögletes ember vagy, és akármennyire a realitások talaján mozogsz, engedd el a fantáziádat, légy újra gyerek. Hát ha van gyereked, akkor könnyen, hogyha őtől megkérdezed, hogy ő mi akar lenni, ő mindent el tud képzelni, egyébként neked is ugyanez kell, és akkor utána azt is látod, hogy fogsz odaérni, mert hát egy boldog ingatlan befektetőnek akarsz, képzeld el magad, és ezt akár hülye példa, de le is írod magadnak akár minden nap, előbb-utóbb elhiszi a tudatosságod, a tudatot, minden arra felé fog akkor irányulni, hogy te abba az irányba elindulsz. Rajtam is nagyon sokat segített, hogy ahogy én itt mondom a videóban például, hogy ugye Kőházi Csaba is ingatlan befektető vagyok, tehát először megmondom őszintén, baromi viccesen hangzott, még akkor is, hogyha akkor is már volt több mint 10 ingatlanom,
de akkor is vicces volt, és én magam sem akartam elhinni. Viszont amikor már a több századik videódban ezt mondod, meg ezt írod minden nap, hogy ingatlan befektetéssel foglalkozom, meg ezt akarom elérni, azt akarom elérni, most már egyébként elhiszem magamról. Főleg úgy, hogy az ingatlanos álmok című könyvet, amit megírtam, hál' Istennek egész jól megy az eladása, és nagyon sok jó, pozitív visszajelzés érkezik róla. Ez egy baromi jó megerősítés, és a végén tényleg elhiszem magamról, hogy ingatlan befektető vagyok. Viszont amikor legelőször kiejtettem a számot, hát ez nagyon vicces volt tényleg, tehát nem nevettem ugyan, de megmondom őszintén, hogy nem, viszont nem hittem el. Jó? Tehát ezek így kezdődnek, hogy akármi akarsz elérni az ingatlan befektetések által, nem fogod elhinni első körben, hogy te hozzá fogsz válni. Viszont mindenki lebecsüli, mert te abban gondolkozol, hogy most ilyen vagyok, 5 év most olyan leszek, de nem ebbe kell gondolkozni, mert az emberek alábecsülik azt, amit így hosszú távon el tudnak érni ingatlannal, vagy bármivel, meg amit rövid távon meg túlbecsüli magát. Jó? Tehát azt most lesz, hogy nem hiszem el, hogy én nekem mondjuk lesz 10 ingatlanom, meg persze egy év alatt, vagy hogyan lenne meg miből, de 5 év alatt viszont lehet. Teljesen reálisan is, és tök simán meg lehet csinálni. Igazából én is megcsináltam, simán elárulom nektek, de tök simán meg lehet csinálni. Viszont amikor ezt elhatároztam, eldöntöttem, hogy hol akarok tartani mondjuk 5 év múlva, szóval tényleg nem hittem el. Tehát ez tényleg így működik. De mer elképzelni, és ez a célfüzet, ezért is merem javasolni. Ez Paragy István szokta egyébként ajánlani, nem csak ő, hanem más egyéb emberkék is, hogy írjad minden nap, és hatalma van az, hogy te valamit leírsz, egyrészt azért, mert arra koncentrálsz akkor, amit írsz, és ha már elég sokszor leírod, elég sokszor elmondod, a végén te magad is el fogod hinni, hogy igen, elérhetem azt, hogy még 5 év alatt 10 befektetési ingatlanom lesz, és abban az irányban te cselekedni fogsz, meg fogod látni a lehetőségeket, meg fogsz látni, mondhatom, egy kivilágított ösvényt fogsz látni, én is azt látok, meg azt láttam akkor is, és ezen már csak végig kell menned, jó? Úgyhogy még egyszer ajánlom neked az Ingatlanos Álmok című könyvem, olvasd le, fordasd bátran, megy a másik kézzel is, tehát két kezes vagyok teljes mértékben, ezzel is be tudom mutatni, olvassátok, fordassátok, biztos vagyok benne, hogy hasznos lesz ez az olvasmány. Ha nem szeretsz olvasni, meg van hangos könyvben is. Úgyhogy hajrá! Köszönöm, hogy megnéztél. Szia!